nem járnak a villamosok, és ilyen villamospótlóbuszok közlekednek, hát ez nálunk is bevett szokás. Mondjuk nem sok helyre van kiírva, azt azért tisztázzuk, igen. Tehát egy jó fej ausztrál vagy turista bácsi, vagy nem tudom kicsit. Mindegy, szóval a lényeg az, hogy kedvesek voltak, és kedves volt egy úr, és szólt nekünk, hogy... hogy ne várjuk a megállóba a villamost, mert nem fog jönni ma. És még nem olyan buszt kell elképzelni, mint otthon, egy ilyen csuklós, nagy ilyen baromi hosszút, hanem egy olyan busz, mint amilyen távolsági utakra megy az ember. És le akartuk húzni a Mikey kártyánkat, amivel egyébként itt közlekedni kell, és közölte a buszvezető bácsi, hogy ingyenes a pótlójárat. Most hamarabb kellett leszállnunk, tehát így a park meg a Jarra folyónak a másik oldaláról közelítjük meg részben az Ausztrál Opennek a bejáratát, úgyhogy legalább ezt is látjuk. Most sétálunk az Open fele. Sajnos ez az utolsó ilyen sétánk, most belátható ideig, ugyanis holnapra egy egynapos túrára megyünk Ausztrália déli partvidékére. Csütörtökön pedig már repülünk is haza, úgyhogy minden lépésünk megfontolt és szívjuk magunkba a levegőt, illetve az open érzést, ami ott hátul a fák mögött egészen vasárnapig fog tartani. Na, kicsit pontosítani kell magunkat abból a szempontból, hogy sztrájkolnak a villamosvezetők, és ezért van helyettesítő szolgáltatás, és villamos helyett buszok szállítják az utasokat a belvárosig. Érdekes oldalát mutatja most a Margaret Court Arena. 2 óra múlt. Viszonylag nyugi van, kevesen lézengenek, aki szerintem az Ausz Open területén van. Éppen az esti Barty meccs végét, Federer meccs elejét próbálja elcsípni. Létszám különbségre szerintem az is magyarázat, hogy vége van az Ausztrália déles hosszú hétvégének. Keddi nap van. Eléggé sok kisiskolás, óvodás csoportot látunk, hogy kísérőkkel, 10-esével, 20-assával jönnek el a meccsre. Most jöttünk át a Margaret Courtból a Rod Laverbe, itt azért látjuk, hogy már egy kicsit sűrűsödik a létszám. De ma abszolút elviselhető a tömeg. Legutoljára nem ezt tapasztaltuk. Hogy működik itt a média történet? Egy teljesen elzárt területen, egy ilyen hídon át lehet eljutni a közvetítő televíziós társaságok központjához. Biztos már emlékeztek rá, volt róla szó, hogy van egy nagyon nagy kivetítő a Garden Square bejáratánál. Hát, és itt pont most haladtam el mögötte. Följövök a lépcsőn. És azok a stúdiók, amiket már kívülről láttatok, az itt van. Épp Barbara Sett beszélt a kamerába. Ott nem tudom mennyire látni. És itt aztán pedig megérkezünk a Broadcast Areába. Zolit most nem mentem, mert nagyon izgul. Federerért a harmadik meccslabdánál tartunk. Thank you.
Köszöntünk a Melbourne Parktól. Egy kicsit duccás vagyok. Miért vagy duccás? Hát mert jó volt. Na, azért. Akkor nem duccás, csak szomorú. Hát igen, de én így fejlem ki a szomorúságot. De jó nekem! Úgyhogy igen, vissza se nézünk, nehogy jobban fájjon a szívünk. Hát egy epikus Roger Federer tenisz Sangren mérkőzéssel köszöntünk el a Rod Laver arénától. Megérte. Így a mai nap. Úgy az egész, de még nem vonunk mérleget, mert még van két napunk. Jobban mondva, hát egy. Mert aztán utána már sajnos húzzuk magunk után a kondensz csíkot. Úgyhogy még megpróbáljuk azért ezt a szűk két napot kimaxolni. És természetesen azért élvezzük. Hát ez a meccs meg nem tudom, tehát nézzétek vissza. Szóval elképesztő volt. 7 meccslabdát hárított a király. És az a tombolás, amiben részesült, ahogy drukkoltak neki. Szóval tényleg fantasztikus volt. Bent van a legjobb 4 között. És majd a Djokovic-Raonic mérkőzés győztesével fog játszani. Ez az első, ez az alsó ág játszott mindig előbb. Ezért az az elődöntő is lesz előbb. És hát inkább azt mondom, hogy nagy valószínűséggel nem fogjuk látni, de nem baj, majd végig izguljuk a repülőn, és aztán vasárnap látunk egy, nem tudom, Federer és nem Nadal meccset.